Nagy Gáspár jelen volt, meg jelen van. Ugye Nagy Gáspár az a költő, véleményem szerint, aki a halála után lett nagy. Becsültük, tiszteltük, rendkívül tiszta, tekintetű, szelíd ember volt, aki tudott nagyon határozott lenni, és tudta kimondani az igazságot, két lábbal állt a földön, és föl tudott nézni az égre. Ami először megjelenik, a szemüveg mögött lévő ember. A gondolkodó koponyán lévő, kicsit lobogó, nem bozontos, nem fésületlen, de mégis kicsit nagyobb haj. Mindig, ahogy kinyitottam az ajtót, nekem ez a bepárásodott két szemüveg, ami fogadott. A konyhát azt messziről nézte, tehát, de ahogy Réka szokta mondani, a legjobb kakaót azt ő csinálta. Foci közben sok minden kiderül egy emberről, de hát a Gáspár ugye nem volt olyan, hogyha bokán rúgták, akkor hanyat dobta magát és eljátszotta a nagy halált, meg nem volt olyan, hogy ha valaki előtte futott és látta, hogy gót rűg, akkor úgy csusszon be neki, hogy összetörje magát, szóval vigyázott az emberekre is, és nagyon-nagyon szépen és tisztességesen játszott, úgyhogy valószínűleg az életben is ilyen játszmái voltak. Lefokozott szívűeknek valami szabadítót mondani a kapuk alatt. Görbe utcák körbefonnak bennünk. Vérágas szemekkel kétségbe esik a gyermek. Lepréselt levelek albuma következetességre tanít. De a levelek már cégtáblákhoz szorulnak. Több évre nyújtott ősz következik. Kell valami szabadítót mondani a kapuk alatt, mielőtt tompán becsukódnak. Volt bennünk, hogy egy kicsit mássá akarjuk tenni a világot, mindenek előtt morálisan, tehát a Gazsi is hitt abban, hogy egy jobb embertől egy kicsit jobb lesz a világ. 70-es években több verset írtam 56-ról, ezek akkor még úgymond átcsúsztak a cenzurán. Volt, ami persze nem jelent meg, de 1980-ban és 80-as évek elejére fogyott el a türelmem. A sír nincs sehol. A test nincs sehol. A csont nincs sehol. A gyilkosok se itt, se ott. Utóirat. Egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni. Ezek voltak a rendszerváltó események, nem egyéb más románok. Ez volt a rendszerváltó vers. Mente a könyvek át előbbre a világ, ezt ugye fölteszi az ember úgy Vörös Martival, jól mondom, igen, hogy elkövettem 10 könyvet eddig, ami nem sok igazából, és elkövethettem volna, hogyha mondjuk én ezt hajszolom jobban, mondjuk akár már 16-ot, 17-et is, de mondjuk 2-3 könyvem úgy együtt van. Azt jobban bánom, hogy talán nem tudtam a családommal, a gyerekeimmel többet foglalkozni kisebb korukba, mert akkor is irodalom, politikai ügyekben szaladgáltam. De én azt hiszem, majdnem minden alkotónak ez egy komoly gond, ha komolyan veszi azt, hogy létezik még olyan legkisebb egység, mint család, az, hogy felelős az utódaiért, hogy milyen emberek lesznek. 2006-ban lett beteg, és hát akkor nyilvánvalóan ugye a műtét után gyakorlatilag itthon volt. Azt hiszem, hogy akkor jött belőle elő az elmúlt 30 év,
És hát ne, azt nem mondom, hogy tehát nem úgy kért bocsánatot, hogy szó szerint, de benne volt. Mindig és mindig. Bűnökben édesült, iramult napok habjaiban fuldokló emberek egy szalmaszállal, tudjátok-e, talán a menthetetlent mentitek. Kívül és belül poklossan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való.